Ahogy mondja Srila Prabhupád, Krishna tudat, ez csak egy szórakozás, 24 órában. Embernek igénye van énekelni, vagy szeret énekelni, akkor énekeljünk Hare Krishna mantrát, lehet imákat is énekelni, ember szeret táncolni, szoktam táncolni, naponta van lehetőség központjainkban énekelni, táncolni. Ember szeret finomat enni. Nagyon csodálatos konyha, ami a Krishna tudatba ki van dolgozva, ezért is mondja, hogy Krishna tudat, ez konyha vallás, ez is egy finom szórakozás, sőt, ez az étel Istennek fel van ajánlva, minden karmától tisztít, és ember lelkileg fejlődik. És embernek intellektuális szórakozásra is van szükség, például valami okos, intelligens információt, tudást elsajátítani. Erre van rengeteg könyv, nagyon mély tudással rendelkező, lelki, testi, egészséges, asztrológia, minden, az életek minden teréről szól információ, tudás. Szóval látod, Krishna tudatban lehet szórakozni. És nagyon jó társulás van, vannak nagyon jó személyek, ez is egy jó érzelmek, jó élmények.